Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Srácok, jöjjön egy kis Warframe. Tudjátok, az a játék, amivel rég nem játszottál. Igen. Na, mindegy. A lényeg, hogy csak szólok igazából. Ugye, aki nézte a legutóbbi devstreamet, az tisztában lesz vele. Annak, aki nem nézte a legutóbbi devstreamet, azoknak most szólok, hogy a Warframe 6. születésnapja közeledik. Bizony-bizonyám, gyerekek, kurva régóta együtt vagyunk már ezzel a játékkal. Mi, mint Téjanak, kurva régóta együtt vagyunk már. Jóban, rosszban evezünk itt ezzel a klánnal, ezzel a közösséggel. Szóval, mi várható a 6. születésnapra a Warframe-nél, és most kivételesen azért is csinálok erről videót, mert igen érdemes lesz visszajárni a Warframe-mel játszani, és nem csak a születésnapra gondolok itt, annak, aki nézte a Deathstream-et, és mondták, hogy lesznek benne ezek az eventek hamarosan, amik így hétről hétre fognak menni, és jutalmak járnak érte, és bemutattak egy-két skint, és így egészen libabőrös lettem, hogy mi a jó Isten, de jól néznek ki, és ugye különlegesek a skinek abból a szempontból, hogy jelzik, hogy te részt vettél ezen az eseményen, és azért van egy ilyen skined, úgyhogy elég ígéretesnek látszik. Ugye néztük az új Warframe-et is a devstreamen, hogy Zarját, bácska úgy hívja, hogy Zarja, elég OP lesz, ahogy nézem, és nem tudom, figyeltetek a Deathstream chatet, amikor bemutatták a negyedik képességét. Én nem tudom, hogy ezek direkt csinálták-e az ultimate képességét, hogy olyan legyen, mint az Anthem Javelinek, de szerintem biztos, hogy direkt szopatják ezzel a népet, de tényleg olyan érzetem volt vele, mintha az Anthemmel játszottam volna, amikor az ultimate képessége be volt kapcsolva. Nem beszélve arról, hogy ultimate képesség be volt kapcsolva, és akközben lehetett használni ugye az 1-es, 2-es képességeket is, és onnantól ez az már teljesen olyan volt, és akkor chatben megindultak ugye az Anthem viccek. Nos, srácok, de ez mi várható a szülinapkor, és csak, hogy őszintén kiemelem a legfontosabb részét, legalábbis ami számomra a legfontosabb részét, és ezt nagyjából egyszer kellett megejtenem a Warframe történelmesen, és utána többet még egyszer azóta se kb. Mondjuk, amióta bejött Saturn és Fortuna, azóta persze igen, de azelőtt egyszer kellett ezt megejteni, hogy mi az, arra mindjárt rátérek. Szóval március 9 és 10-e között ilyen bónusz hétvége lesz, ahol dupla XP van. Szóval most mondom, tehát addigra szedjétek ki az összes fegyvert, amit akartok. Leginkább azokat, amikre tudjátok, hogy úgyis kitörlitek, nem fogjátok használni, és egy ilyen dupla affinity hétvégén vásároltok még egy dupla affinityt, és ha bár nem muszáj tettem, mindegy, dupla affinity hétvégén elmentek és szétformoljátok az agyatokat XP-re. Ilyenkor érdemes kihúzni azokat a fegyvereket, amire tudod, hogy amúgy se használsz, és nem akarsz kifarmolni, és a többi. Szóval valószínűleg a Sanctuary oszlóton fogtok találni bőven játékosokat. Szóval a következő ilyen bónusz hétvégén dupla kredit hétvége lesz, március 16 és 17 között. Nem kell erről semmit sem mondanom. Ugyebár adjatok bele apait, anyait, bárhol, ahol lehet kreditet farmolni, vagy jónak gondolod, hogy kreditet lehet farmolni, ott lehet. Ugye erre az egyik legjobb módszer talán az arénázás, ott egész jól dobja a kreditet, ha jól tudom. Nos, a harmadik bónusz hétvégén jön a legfontosabb, és ez az, amit csak egyszerre kellett megcsináljak a Warframe-be, és ez a dupla nyersanyag hétvége. Na most ezek elég ritkák mostanában a Warframe-nél, úgyhogy becsüljétek meg, ez március 23 és 24-én lesz, becsüljétek meg ezt a hétvégét, vásároljatok be, még erre a dupla hétvégére még vásároljatok be, addig gyűjtsétek össze a pladot, és vegyetek 3 napos resource drop chest boostert, és drop chest normális resource boostert. Szóval mind a kettőből is, drop chest boostert és resource boostert is vegyetek, mert ezekkel konkrétan 4-szeres esély dobhatja a ritka nyersanyagokat, 4-szeres eséllyel, 4-szeres mennyiségben dobja a rendes nyersanyagokat, sőt, aki még mindezt fokozni akarja, viszi a macskáját. és hogyha az még rádupláz, akkor elég kemény nyersanyag mennyiséggel lehet menni. Úgyhogy meg lehet indulni, lehet farmolni porimert, kuvát, Fortunán és Cetuson ugye bányászni lehet a nyersanyagokat, tehát az ilyen nagyon ritkább nyersanyagokat ilyenkor érdemes befarmolni, úgyhogy még veszel rá platból boostereket, és ja. Ezt mindenképp ejtsétek meg, és hogyha rászánjátok ezt a 2 napot, mint ahogy én is annó tettem volt egyszer, rászánjátok, és tényleg rámentek azokra a nyersanyagokra, amire tudjátok, hogy nagy szükségetek van, állítom nektek, legalább 4 évig még nem kell farmolni, úgyhogy fogd a haverodat, fogd a nekroszodat, és menjél, és az a 2 nap máson lesz csak farmolásos, elképesztő mennyiségben összeszed majd dolgokat, és nagyon-nagyon hosszú ideig nem kell a formulással törődnöd, hanem fókuszálhatsz arra, hogy megerősödj, erősebb legyél, fókuszálhatsz a buildekre, nem kell aggódj az endómiás ilyen apróságok, úgyhogy ez egy olyan dolog a Warframe életében, amit nem szabad kihagyni. Nos, bemutatták ugye még ebben a devstreamben egy kicsit a Vispet is, elég érdekesen vonaglik a kicsi, kicsit olyan érzésem volt, mint a Suicide Squadban a varázslónőre, hogy annak abban mi ütött, hogy sokat hivat, hogy na mindegy, de jól néz ki a koncepciója, de hogy őszinte legyek, azt hiszem emlékeztet engem nagyon egy ilyen karakterre a Visp, csak már nem emlékszem, hogy melyik játékban volt, hogy őszinte legyek. Ja, nem emlékszem, de kicsit olyan Prince of Persia beütése is van neki. Ja, és még ugye volt a dojo. A dojo, lesz egy dojo szoba, úgyhogy erre készüljetek fel, kedves klánom, hogy azt meg kell építsük, mivel hogy ugye a dojo szobában lehet majd a Railjack űrhajót javítgatni, illetve fejlesztgetni, mert hogy az is lesz. Mondták, hogy nem túl nagy mértékben lesz, de benne lesz, és azt majd a dojo szobánál lehet, vagyis ennél az új dojo szobánál lehet csinálni, egy óriási hangár lesz. Úgyhogy erre készüljünk fel, van egy olyan érzésem, hogy nem lesz olcsó egy Moon Clan-nak mindezt kifejleszteni, de meglátjuk, nagyon ígéretesnek tűnt ez az egész, és az tényleg úgy néz ki, hogy 2019 egy jó év lesz a Warframe számára, és még jobb év lesz nekünk gémereknek. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert itt van egy olyan játék, mint az Anthem, itt van egy ilyen játék, mint a Destiny 2, és itt van egy ilyen játék, mint a Warframe. És ezeknek hatalmas nagyon kell versenyezniük egymással ahhoz, hogy a játékosokat elnyerjék, és nagyon-nagyon remélem, hogy jobbnál jobb ötletek fognak napvilágot látni, hogy a játékosokat megszerezzék maguknak, és ebből a szempontban jelen pillanatban a Digital Extreme, illetve tán a Bungie állnak a legjobb helyzetben, mivel a Digital Extreme egy független kiadó, vagyis hát relatíve független a szerződésében, a teljes kreativitási jog az övéké. A Bungie ugye most elszakadt az Activision-től, és konkrétan meg vannak áldva a szabad kreatív fejlesztéssel, és nincs nekik megszabva, hogy hogyan csinálnak ebből pénzt. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, tényleg egy jó évnek nézünk elébe, és reméljük egy egészséges verseny alakul ki ezen 3 játék közül, és ebből mi fogunk profitálni, akik játszunk ezekkel a játékokkal. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, további Warframe, a csatornám tele van vele, Discord szerverünk a videó leírásában megtaláljátok, bárki csatlakozhat, a klánba is csatlakozhatok nyugodtan, jelentkezési link a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!